Magának a helyi közösségnek van egy közösségi oldala, és oda a polgárok jelezhetik, hogyha valamilyen problémát észlelnek, és most a közvilágítás volt terítéken e kapcsán. Hogy áll most az a kérdés? Közösségi oldalon igyekszünk mindennapos kapcsolatban lenni a polgárokkal, és ezért egy csoportot hoztunk létre, ahol több mint ezer tagja van ennek a csoportnak, és mindenki az ügyes-bajos dolgait megoszthatja velünk, és a helyi közösség ezzel kapcsolatban próbál intézkedni. Elmondhatom, hogy közvilágítás terén jó állunk, úgyhogy az elmúlt pár évben sikerült megoldanunk majdnem 100%-osan a helyi közösség területén a közvilágítás problémáját. Sok olyan utca volt, ahol hiányzott a Közvilágítás is esténként sötét volt, és a gyermekek sötétben tudtak hazaballagni az iskolából. Úgyhogy a városnak köszönhetően sikerült ezekben az utcákban megoldani a közvilágítás problémáját. Így az elmúlt évben a 10. új utcában, a 9. új utcában, illetve más egyéb kisebb utcákban, az Erdély utcában és a 12. új utcában raktak ki új karókat, és ezzel megoldottuk a a közvilágítás kérdését, és ott, ahol nem égnek a lámpák, ott folyamatosan értesítjük az adott illetékeseket, hogy cseréljék ki őket. Több másik helyi közösség illetékese is vendégünk volt már a műsorban, és vannak, akik panaszkodnak a víz és csatorna hálózatra. Ott Zorkán mi a helyzet ezzel? Elmondhatom azt, hogy Zorkái közösség ezzel kapcsolatban, illetve a helyi közösség vezetősége próbál megoldásokat találni, és most is van egy jelenleg kidolgozott projektum, aminek egy fázisa már megvalósult a helyi közösség területén. Ez egy 7 kilométeres jövővíz vezeték, ami épül a helyi közösségünkben, és remélhetőleg idén folytatódni fognak a munkálatok. Tartományi pénzekből próbál majd a város pályázni, és az önrész hozzáadásával hát megvalósítani ennek a projektumnak a folytatását. Míg a csatornázással kapcsolatban, a szennyvíz elvezetéssel kapcsolatban hát nincsenek ilyen jó híreim, amíg a városban a füvezetékék nem fejlődnek tovább, addig a helyi közösségünk területén is a szennyvízelvezetés probléma fog maradni, mivel hát ehhez nagyobb mennyiségű pénzekre lesz szükség. Reméljük, hogy az EU-s források megnyitásával, illetve más egyéb nemzetközi forrásokból majd sikerül ezt a problémát is idővel orvosolni. És ugye még egy érdekes dolog, hogy a vízelvezető árkok is kiépültek, és ezzel megoldódott az esőzések utáni víz elvezetése. Gondolom, hogy vannak még tennivalók. Az első víz problémája a helyi közösségben igen nagy probléma, és általában a nagy esőzések után az utakat hát elönti a víz, és ilyenkor nehézkes a közlekedés is, ezért próbáltunk kialakítani egy tervet, amit éves szinten próbálunk megvalósítani, és azokban az utcákban, ahol kritikus ez a probléma, ott első vízelvezető árkokat ásatunk ki városnak köszönhetően, és mondhatom azt, hogy nagyban hozzá segít ahhoz, hogy, hogy ez a probléma megoldódjon. Csatornázás terén ez egy olyan megoldás, amivel, amivel orvosolni tudjuk ezt a problémát. És ugye még nagyon fontos lenne kiemelni azt is, hogy Szabadkán most van egyfajta nagy rendezés, és a tavaszi nagy takarítás az orkahelyi közösségben is problémát okozott az, hogy a polgárok nem mindig a megfelelő helyre vitték a szemetet. Hogy áll ez a kérdés, és mennyire nyitottak az illetékesek ebben a kérdésben, hogy ugye ez is megoldódjon? A helyi területén a szemét kérdése az egy nagy probléma, mivel a város periférián ilyen található, ezért sok ember úgy gondolja, hogy a saját hulladékját büntetlenül ki tudja rakni a helyi közösségünk területén. És sok utcában, amikor járom naponta a terepet, akkor látom azt, hogy háztartási hulladék van kidobva az út mellé illetve vannak olyan illegális szemétlerakó helyek a helyi közösség területén, amit hát meg kellene oldanunk. A városnak köszönhetően készült egy ilyen felmérés, amiben összeírták azt, hogy hol találhatók illegális szemétlerakó helyek, és a helyi közösség területén is van több ilyen szemétlerakó hely. Mondhatom itt a Pesti vasút környékét, vagy a volt Zorkagyár területét ami hát elég, nagy probléma, azért, mert ezek általában magánterületek, és hát magánterületekre a helyi közösségnek nincs kihatása, csak a közterületeken történő szemétkezelésre. A helyi közösségünk ehhez az akcióhoz csatlakozva szeretné tavasszal megszervezni egy személygyűjtési akciót amiben szeretnénk az iskolákat is bevonni, és az utcákat megtisztítani, megszépíteni a helyi közösségünk területén. Illetve ezeket az illegális szemétlerakó helyeket pedig orvosolni, úgyhogy a tavalyi évben is sikerült az egyik ilyen szemétlerakó helyet a Bezdáni utcában felszámolnunk. A köztisztasági vállalat elhordta az oda felgyülemlett szemetet, és hát eltorlaszolta a bejáratot, úgyhogy most jelenleg úgy néz ki, hogy ez a kérdés megoldódott. És ugye mi sem mutatja jobban, hogy az együttműködés jó közöttetek a polgárokkal, hogy vannak táblák, és ott is nagyon sok információ szerepel, és ugye mindenki kommunikálni tud egymással, és gondolom, hogy ahogy ugye most is említetted, hogyha ezt sikerült megoldani, akkor mindenki aktívan kiveszi a részét, abból, hogy a helyi közösség az élhetőbb legyen. Igen, mindenféleképpen. Ezek a hirdető táblák is azért kerültek kihelyezésre, mivel e, láttuk azt, hogy egy nagy probléma az, hogy nincsenek ilyen típusú e, felületek, sokan a villanykarókra, a fákra helyezték ki a saját e, hirdetéseiket, és ezt orvosolva a helyi közösség a saját forrásából e, készítetett hat olyan hirdető amit a helyi közösség különböző területén helyezett el, és mondhatom azt, hogy fél év után Hát ez úgy, úgy tűnik, hogy egy jó ötlet volt, mert folyamatosan teli vannak ezek a hirdetőtáblák a különböző hirdetésekkel, úgyhogy mondhatom azt, hogy a polgárok birtokukba vették ezeket a hirdetőtáblákat, és hát pozitív visszhangra talált. És az elkövetkező időszakban mik lesznek még azok a rendezési, szépítési vagy fejlesztési tervek, amiket meg szeretnétek valósítani? Hát a Vajdasági Magyar Szövetség politizálásának köszönhetően nagyon jó együttműködésünk van a, a, tartományi képviselőházzal, illetve a köztársai képviselőházzal, és ennek köszönhetően tavaly a Szutyeszka utcában sikerült 1157 méter aszfaltot letennünk ebbe az utcába, ami egy nagy probléma volt. A tartományi forrásokból meg sikerült megoldanunk olyan problémákat, mint a háromnyelvű utca névtáblák, úgyhogy oda idén is szeretnénk pályázni, mivel a helyi közösség területén sok helyen hiányoznak még sajnos az utca névkiírások. úgyhogy idén 50 utcanév táblát sikerül kihelyeznünk, illetve öt olyan útjelző táblát, információs táblát, amin jelezzük azt, hogy hol található a helyi közösségi, az orvosi rendelő, a gyógyszertár, úgyhogy próbáljuk valamilyen szinten a polgárok életét emelni. mozzáróta a, pályáztatása a tartománynál ebben a kérdésben is folytatni szeretnénk ezt a projektumot, illetve az idei év folyamán több utcában kerül majd az úzott kő kihelyezése, gondolok a Zombori utcára, a a vacska utcára, úgyhogy folytatódik majd az útsimítás is, mivel hát elég sok utcában sajnos nincs aszfalt, de a tavalyi év folyamán nagyon sok utcában igyekeztünk megoldani ezt a problémát, és hát elegyengetni az, az, utakat, hogy a polgárok zekkönömentesen tudjanak közlekedni. És még csak nagyon röviden beszélj arról, hogy amikor legutóbb vendégünk voltál, és a panel TV vendége, akkor beszéltél arról, hogy voltak olyanok, akik kiadták magukat helyi közösségi illetékeseknek, és különböző szolgáltatásokra próbáltak pénzt kicsalni a polgároktól, de utána azt hallottuk, hogy ez is megoldódott. Hogy áll ennek az ügye? Az utóbbi időben nem kaptunk ilyenfajta visszajelzéseket, úgyhogy úgy látszik, hogy ez a, a médiának köszönhetően megoldódni látszódott ez a probléma. Sajnos vannak ilyen polgárok, akik ilyen módon szeretnének könnyű pénzhez jutni, és az embereket becsapva kicsalni tőlük bizonyos pénzeszközöket. A legnagyobb probléma az, hogy ezek olyan kis mennyiségű összegek, pár száz dinárokról szólnak, amit a törvény sem szabályoz, úgyhogy hát felelősségre sem lehet ezeket az embereket vonni. Abból a szempontból probléma, hogy a helyi közösségnek a jó hírde nevét rombolják, és ezért is próbáltunk azonnal fellépni, hogy minél kevesebb károsult legyen ebben a kérdésben. És még egyszer itt el szeretném mondani, hogy a helyi közösség pénzeket nem szokott gyűjteni. Ha adományokat gyűjt valamilyen célra, akkor az csak is pecsételt papíron szokta gyűjteni, és, és, hivatalosan. és hivatalosan. Úgyhogy még egyszer szeretném a polgárokat felkérni, hogy ne engedjenek senkit be saját házukba, mert sajnos olyan világot élünk, hogy során nem lehet tudni, hogy ki milyen szándékkal kopogtat.